hang, ennek Mükszik? van. Mükszik? Jó. Rendben. Akkor most a napot egy előadással fogjuk kezdeni, ami nem más, mint a koreai animációs ipar története Lehocki Péter Ritz előadásában. A koreai animációs ipar szemben két távol-keleti társával kissé más történeti utat járt be. Fejlődnie nagyon rövid idő alatt kellett, azt is szinte a semmiből. Hogy ez milyen történelmi folyamatok alakították északon és délen, illetve milyen problémákkal szembesültek, 40-45 percben lesz regetárgya. Ez a sztori nem szép, mind inkább kissé lehangoló, ám úgy fest, mégis sikerült saját helyet találnia. Fogadjátok sok szeretettel Lehocki Pétert Riczet! Taps! Sziasztok! Lehocki Péter vagyok, vagy Ritz. A Mondokon szoktam még időnként előadni, meg gyakran itt is, illetve a Mondónak van egy cikk sorozatom konkrétan a távol-keleti animációs ipar történetével. Lényegében kicsit ennek is az anyagföldolgozása, illetve egy kis megelőlegezése, ugyanis úgy szoktam, hogy korszakonként megyek végig. És akkor szerintem vágjunk is bele. Koreával eléggé érdekes a viszony, ugyanis forrásaink nem nagyon vannak. Konkrétan az összeszedés alatt sikeresen belekapaszottam. Kezdve azzal, hogy például a könyvet, amit ott lehet látni, ezt a K-Animation-t, a Korean Culture 11. kötetét, ezt konkrétan egyszer adták ki limitált kiadásban, azóta PDF-ként tölthető le. És ezen az egyen kívül igazából írásos forrásanyagunk nincs. Ezen kívül igazából még Wukongnak volt egy videóesszéje, illetve egy showkésze a koreai rajzfilmekről, vagy pontosabban Aenikről, mert így hívják ottan, ők nem animézik, nem donkhuázák, ők Aeninek hívják. Illetve Saber Sparknak szokott lenni Észak-Koreával kapcsolatban időnként egy-egy hát rövid videóesszéje, bemutatója, amikor éppenséggel mit talál. Ezen kívül még a koreanfilm.org, illetve a koreanculturblog.com volt az, ami még úgy használható forrásként volt. Egyetlen egy problémával van vele, az, hogy eléggé erősen elfogultak. És ezt majd szépen látni is fogjuk, ugyanis nagyon erősen ők azt mondják, hogy mindent a gyerekekért, minden szépet és minden jót mondtak. Közben a történet hát nem helyenként eléggé véres. Ugyanis Koreának a történelmében eléggé gyakori volt az autoriter és az autokratikus rendszer, berendezkedés, diktatúra. És minden autokratikus berendezkedésnél az az igazság, hogy a politika diktálja a kultúrát, és a kultúra határozza meg a politikát. Ez teljesen mindegy, ez demokráciában is így működik. Erre nagyon jó példa volt például a hidegháború idején, hogy a CIA pénzelte az 1950-es években készült állatform rajzfilmet, amiben ugye a sztálinistákat, illetve a kommunistákat fricskázták ki, illetve ők látták el droggal, illetve pénzzel a művészeket, hogy galériákat tudjanak nyitni, kiállításokat, és többek között például a pacafestészetnek az egyik ilyen nagyobb alakját, Pollockot is ők pénzelték, hogy tudja csinálni. Illetve a modern művészetet, ezt a formaábrázolást, hogy sárga négyzet, kék háromszög, piros kör, stb. Ezt konkrétan ők találták ki, a CIA, ugyanis ők akarták megmutatni, hogy a nyugat mennyivel progresszívebb művészeti téren, mint a kommunisták. Tehát gyakorlatilag a modern művészetet köszönhetjük annak, hogy a hidegháborúban pöcsmérgetést játszottak a nagyhatalmak. Na de, mielőtt igazából belevágnánk a koreaiakba, egy kicsit bemegyünk a balladai homályba. Egy szépen összecsúszott a szöveg, valamiért. Szóval, az elsőt, azt igazából 36-ra tehetjük. Ez a Gaegeum, vagy a kutya álma, vagy kutya álmok, lefordítva. Egy körülbelül 135 méter hosszú tekercsről írnak az akkori egyetlen labba, a Chosun-si Ilbóba,
Ez a 135 méter, ez konkrétan 7-8 perces filmnek felel meg. Gyakorlatilag az egészből ez az egyetlen egy képünk van. Ugyanis az újság leközölte, hogy készítik, de hogy leadták-e, bekerült-e moziba, azt már nem tudjuk. Illetve a Shindong A hírlap jelzi még úgy 32-ben, hogy már azért animációt a koreai megszállt területeken, akkor még ugye Japánhoz tartoztak, már adtak. És akkor kezdték el, és akkor eléggé erős kritikával illették, hogy hát ez azért nem a mi kenyerünk. Utána megint egy nagy büdös hallgatás, és eljutunk az elhanyagolhatatlan történelmi kontextusig. A két elragadó úriember az nem fistbumpol. Ők mind a két elragadó úriember nagyon véreskező diktátor volt. A bal sarokban Lee Sin-man dél-koreai elnököt láthatjuk, míg a jobb sarokban Kim Ir-sent. Kim Ir-sen az elődjét az konkrétan eltette lábbal, mert a szovjeteknek nem tetszett, hogy hát ő teljesen független Korea pártján állt. 48-ban ketté is szakadt a addig teljesen egységesnek mutatkozó népköztársaság. 48 és 50 között Lee Sin-man délen úgy üldözte a kommunistákat és a szocialistákat, mintha nem lenne másnap. Konkrétan Jeju szigetének bányász kolóniáját úgy, ahogy volt, megötödölte, a lakosság 20%-át kivégeztette, csak azért, mert jobb munkakörülményekért, jobb munkaórákért tüntettek, illetve beszüntették a munkát. És ezt ő eléggé kommunista dolognak tartotta. De ugyanígy a koreai háború kirobbanása előtt, nem sokkal, az egyik határmenti faluban konkrét vérengzést csinált. Csak az a két évben, hogy 3-4 millió ember halála szárad az ő kezén, majd a koreai háború megnyerése után még egy jó ideig, ugye 60-61-ig még elnök volt, és ezt folytatta. Kim Ir-sent, illetve az észak-koreaiakat talán nem kell különösebben túlmagyarázni, eléggé sokat hallunk róluk, hogy hát náluk sem éppen fennékig tejfel az élet. Ha valaki jót akar enni, akkor kimegy a legelőre, mert máshogy nagyon kajához nem fog tudni jutni. És akkor Észak-Korea animációs ipara. Észak-Koreára is ugyanaz jellemző, mint Kínára. Nem hivatalosan bejelentenek egy stúdiót, 48-ba, amit aztán hivatalosan megalapítanak valamikor az 50-es évek második felébe. Az Észak-Koreák 57-ben teszik ezt meg, és az ő nevük, az ő animációs stúdiójuk a koreai április 26-a animációs stúdió nevet viseli ma. Ez ennek sokkal hosszabb neve volt, és ráadásul beleszőtték a gyermekeket is, hogy őket célozzák meg. A felső ponton a jelen pillanatban a jelenlegi logójukat láthatjátok, akiket igazából nemzetközileg SEC stúdióként ismerhetünk. Eléggé érdekes konnotációkkal a félrehallásokhoz képest. Az április 26-a nevet egyébként a hadsereg véget kapja, ugyanis a hadsereg alapítatja meg, illetve ők azok, akik igazából pénzedik az egészet. 2000-es években érik el igazából a nagy csúcsukat, amikor ilyen 1500-1600 főt foglalkoztatnak. Azóta ez lecsökkent ez a szám, ez 800-900 körülre, illetve 2014-ben nyitottak egy pekingi stúdiót. Tehát azért ők is terjeszkednek. Viszont meglepő módon nem csak a belpiacukra termelnek, készítenek dolgokat, bár azért állításuk szerint azért megvolt nekik az évi 200-300 elkészített rajzfilm, ami kb. Annyira hiteles, mint amikor bejelentette az észak-koreai állami stúdió, hogy leszálltak a napon, éjszaka. Viccen kívül ez tényleg egyébként így elhangzott, ugyanúgy, ahogy még le sem ment az olimpia, de már megnyerték az aranyérmeket.
az alsó képen egy, próbáltam valami 50-es, 60-as évekbeli stílust hozni, mert sajnos viszont a munkáikról képanyag nincs. Egyedül csak így a 90-es évek után, de erről egy picit később. És akkor nézzük meg, hogy igazából mit alkottak. Mi az, amiről tudunk? Ez két saját készítésű darabjuk. Az egyik a Squirrel and Hedgehog címre hallgat, a másik pedig a Boy General. Mind a kettőről az mondható el, hogy egy több mint 50 részt megélt darab, mind a kettő a 80-as években indult, és a 2000-es évek közepén zárult le. Így kb. Azt mondható, hogy évi két résszel operáltak, és akkor mi még problémázunk azon, hogy eltolták mondjuk a Niert 3 vagy 4 héttel, vagy esetleg Covid véget lemondták az egyik animének a vetítését, és akkor hát akkor majd 2-3 hónap múlva. Na azért a fél éves ugyanúgy nem fogja verni. Egyébként ez egy teljesen szovjet és úgymond kommunista hagyomány a rajzszínkészítésnél, ugyanis a szovjeteknél is a Nupagágyi vagy Nomegágy csak, az is ugyanígy évente egy-két résszel érkezett ki, és az sem volt több egy olyan tizenvalahány résznél. Mind a kettő egyébként nemzetközileg ismerté vált. A Squirrel and Hedgehog az alapvetően egy gyerekeknek szánt koreai propagandafilm. A középült Saber Sparknak az egyik videójának a thumbnail-je látható, hogy igen, az a második sorozat konkrétan abból van, és akkor már értjük, hogy nyugaton miért lett fölkapott, de nem is ez a legnagyobb poén az egészben, hanem ennek az egyetlen sorozatnak saját Rule 34 pornogalériája van, és saját Know Your Meme oldala. Tehát külön mém oldalt kapott, mém nyilvántartást. És talán ez volt a legnagyobb sokkoló a tény nekem a kutatás alatt, és még nagyobb sokkoló, hogy valamiért utána a kukikba sajnos Vixen hadnagy nem éppen ledér képei a képtalálatban úgy gyakorta visszatértek. A Boy General viszont egy történelmi darab, amit viszont Dél-Koreában is bemutattak. Ezt a Kogu Silla királyság égkövének időszakára lehet tenni a történetet, és így körülbelül ennyi az, amit úgy el lehet róla mondani. Mind a kettő egyébként a koreai nagyságot próbálja meg megmutatni. A Squirrel and Hedgehog az inkább a modern érában, Amerikával szemben, hogy tudják a különféle csábítást, meg mi egyebet ellenállni. Eléggé nehezen én, ahogy én nézem azt a képet. Még a Boy General esetében már inkább a történelmi múltra reflektálnak. Viszont említettem, hogy azért simliznek. Elég erősen simliznek. Ugyanis a észak-koreaiak bedolgoznak másoknak. A Shek stúdió eléggé sok mindenkinek. Bedolgoztak az olasz Mondó TV-nek. Így készült el például az alsó sorban az első látható, a Titanic legendája című rajzfilm, ami konkrétan egy ilyen Disney meseként meséli el a Titanicot, illetve ennek a folytatása az egyik karakterrel, a gyerek polippal, a Tentacolino, azt is ők készítették ugyanúgy. A Marcelino az egy japán anime, ők is ugyanúgy benne dolgoztak, Stanley Mighty Seven-nel, a Teenage Ninja Technőcök 2003-as sorozatában csináltak egy részt, illetve az Avatarban a 70. epizódért ők feleltek teljes egészében. Illetve 2009-es Három Királyság története, vagy a Három Királyság románca animét is nagy részt ők dolgozták. De ezen kívül még bedolgoztak szépen Dél-Koreának, bedolgoztak Észak-Amerikába, Kanada, USA, olaszokkal, meg akivel lehetett. És az ebből származó koprodukciós bevételeket, konkrétan azokat becsatornázzák a párt központi költségvetésébe. Gyakorlatilag így kijátszva az Észak-Korea elleni szankciókat. És így körülbelül ennyi az össze, amit tudunk a Remete Királyságnak az animációs iparáról.
nem épp a legdúsabb dolog, de talán ez volt a legkonzisztensebb anyag. És akkor sajnos térjünk rá arra, ami egy piszak nagy aknamező volt. Még tegnap este is konkrétan írtam hozzá, húzigáltam kifele, javítgattam, próbálkoztam valamit kitalálni, mert Dél-Koreával rengeteg probléma van. És nem csak Lim Sin-mannak a sajátos uralkodási módszere, hanem az is, hogy egyáltalán beszéltünk-e animációs iparról náluk. Mert 56-ban már reklámok készülnek, rajzolt reklámok, például a The Lucky Toothpaste. Az a jobb felső sarokban látható. A Lucky az egy kozmetikumokat és fogkrémeket gyártó vállalat volt. Ugyanaz alapította, mint a Gold Star Factory-t. Most tegyétek össze a Lucky nevét és a Gold Star Factory-t. 95-ben ez a két cég egybeolvadt. Na ki tudja megmondani, hogy mi lett az utód nevük? Ott hallok egy jó választ. Hangosabban. LG. Igen, az LG. LG-nek ez innen eredeztethető. Illetve 59-ben a Jinro Shoyu márka is csinált egy Disney animációhoz hasonló dalos reklámot. Ez a tömény szeszes, néhol alkoholmentes italjukhoz, hogy milyen jó inni. Persze matrózok isznak, tehát az az egyértelmű, hogy nyilván nem a citromlevet. Viszont ezek még a mozis vetítések voltak, mert a lakosságnak talán a 6%-át sem érte el a tévé. Még jó ideig egyébként nem. Illetve a 62-es filmtörvény eléggé meghatározta, hogy mit lehet készíteni. Így például degenerációnak nevezte többek között a kicsit finoman ledérre, tehát ez azt jelenti, hogy tért fölött semmi dolgokat, illetve bármilyen baloldali szimpátiát. Ha szocialista, ha valamilyen kommunista, ha éppen csak azt mondod, hogy hát jó lenne talán kicsit kevesebbet dolgozni ezen a héten, kevesebb túlórába, hát akkor jött a rendőrség és azt mondta, pakolja kelvtárs, akkor lehet jönni, megmutatjuk merre van a lépcső. Ezen kívül utána egy rohadt nagyot ugranak, mert az első egész estés filmjük, a Hong Il-dong 67-ben bemutatkozik. Egy eléggé alacsony költségvetésű darabról beszélhetünk, kicsit helyenként nevetséges, de az a legnagyobb érdekessége, hogy ez egy házilag gyártott kamerával készült. Tehát azt az elektronikát, amivel fölvették, azt ők rakták össze. Illetve a másik, a jobb alsó sarokban lévő, ezt sajnos ki kell olvasnom, sajnálom, hogyha esetleg megidézek menet közben pár démont. Hopiwa Chadolbavi, ami egy népmesei feldolgozás. De ezek rúgják be igazából az ajtót a gyerek műsorok iránt. Így például megjelenik a Daekosu Yongari. Ha valaki esetleg ismeri a 99-es riméket, akkor igen, 66-ban mutatták be az eredetit, ha minden igaz. Ezen kívül volt egy másik, ez a Wang Magwi, az űrszörnyek, mert hát ugye Godzilla után, meg retrosokkot is ismerjük, amikor az óriás nyulaktól kezdve az óriás hangyákig minden volt, na itt űrszörnyek jöttek. És hát a nőt azt nem vitték, de szerettek rombolni. És a gyerekek imádták. Illetve készült még egy szavazás fontosságát bemutató kis rajzfilm, amiben az volt az egyetlen egy érdekesség, hogy egyetlen egyszer szorultak rá. Mármint a szavazásra. Ugyanis 61-ben Lee Sin-mant megbuktatják, kitör az áprilisi forradalom, miután megtalálják egy 20 éves egyetemistának a holttestét az egyik kikötőbe. A halott kém eléggé egyértelműsíti a halál okát, a fejébe beékelődött könnygázgránáttal,
és ez egy eléggé komoly backlash-t indít el, ami után körülbelül 2 héten belül megbuktatják a kormányt. Lissinman lemond, és kinyilvánítják utána a második koreai köztársaságot, ami ténylegesen demokratikus lesz. Második koreai köztársaság 61 és 63 között él, Isten nyugosztalja, ugyanis 63-ban a katonaság megpuccsolja. 63-ban bekerül az élére Park Chung-hee, aki katonai vezetőként látja el az egészet, feladatot, ugyanúgy folytatja további a diktátorkodást, majd 70-es évek elejére, 71-re, többek között John Fitzgerald Kennedy amerikai elnök nyomására úgy dönt, hogy hát lemond a katonai tisztségeiről, és akkor demokratizáljuk az országot. Na, demokratizáljuk. Na, erről egy picit. Ugyanis a 70-es években csinálnak egy másik filmtörvényt, elsősorban ugye a gyerekeknek próbálnak kedvezni. Túlszaturálják a piacot. Elöntik gyerekműsorokkal. Ugyanis hivatalosan a nyugati címekre, és legfőképpen a japán címekre egy büntető törvénykönyvi tilalom élt rá. Konkrétan elzárás, börtön, vagy még rosszabb. De a gyerekműsorok kivételt képeztek. Ki tudja megmondani, hogy melyiket miből lopták? Kezdjük az elsővel. Valaki tippet? Mi lehet? Hallok én azért ottan sustorgást. Hangosabban, mert nem hallak. Igen, az első az konkrétan a csodanő lopása. Wonder Woman. Ugyanaz. Nem csak a design, nem csak az alak, de a harcmódor ugyanúgy a karperecekkel hárítja a lövéseket, mi egyéb. Mivel összecsúszott a szöveg, hát megpróbálom felolvasni. Narara Wonder Gongju 78-ban. A második, na ezzel egy kicsit segítek. Ez egy science fiction anime, ami az elmúlt 10 évben ment nagyot a remake-jével. Többek között azzal, hogy egy idegen faj szépen lebombázza a Földet. Nekünk meg el kell menni a sugártisztítóért, mert különben egy radioaktív halált halunk meg. Valamki tippet, eléggé ikonikus. Igen, a Uchu Senkan Yamato. Na, itt egy kicsi érdekesség, ugyanis én ezt kis nem fogom olvasni, Geobuxeon, röviden, csak úgy simán, teknős hajó. Konkrétan a koreaiak megcsinálják a Yamato történetét még egyszer, azzal, hogy a koreaiak is csinálnak egy ugyanolyan hajót, mint a Yamato. És a Yamato után küldik, hogy adjon fedezetet. Akikkel aztán időközönként találkoznak. Érdekesség még pluszba, hogy azért nem rejtették véka alá a dolgot, 2 szinten is. Az egyik. A poszter jobb alsó sarkában ott van a tényleges Yamato. Aztán a készítők megkeresték Nishizaki Yoshinobut, illetve Matsumoto Leijit, és azt mondták, hogy figyeljetek, fiúk, nem lehetne ez esetleg kánon anyag? Hogy tényleg, hogy mi is segítettünk? El tudom képzelni Leijinek és Nishizakinak az arcát, ahogy így összenéznek, és azt mondják, hogy na, elmentek ti a jó büdös. A harmadik, az is egy eléggé ismert és ikonikus darabnak a lopása. Annyit segítek, hogy Michael Bay a robbantások nagymestere már legalább 6 filmet összehozott belőle, és van egy ilyen átalakítási módszer a fizikában. Tippek esetleg? Igen, a transformerek. Ez a... Úram, atyám, mi ez a név? Roboteuvang Seonsekseakeu. Na, te démon visszamennyi. Ezt kiadták itthon magyarul is egyébként, Robotlázadás a naprendszerben címmel.
A történetben a transformerek közül az autobotok a dél-koreaiakkal társulnak össze, az álcák meg az észak-koreaiakkal, és a kettős közepébe egy csapat koreai diák játssza a főszerepet, akik éppenséggel a demilitarizált zónában mentek osztálykirándulásra. Gyerekek, zseniálisak a koreaiak, hogy mit ki tudnak hozni. Na és a negyediket, ez viszont egy kicsit nehezebb. Én annyit mondok, hogy az úriembernek, aki eredetileg alkotta, köze van az első pirotta vezérelt mechához, az első átalakulós mechához, köze van a démonos cuccokhoz, az enyhe erotikához, a polgárpukkasztó dolgokhoz. Igen, egy Mazinger Z koppintást. Go Nagai-nak a Mazinger Z-je ugyanis beengedték Koreába, gyerekműsor címén, de ennek megcsinálták a koreaiak a saját változatát. A koreai Mazinger Z-t, kettőt is egyébként, egyik lett a Majinga, így, kiejtve, ami egy kicsit olyan Macross Mazinger crossovernek tűnik, illetve ezt a robot Taekwondo V-t, ahol annyival felpimpelték a Mazinger Z-t, nem egy lowrider Mazinger Z, hogy így pattog, nem. Taekwondozik. Egy taekwondozó robot. És ebből rohadt nagy franchise ment az elkövetkezendő 10-15 évbe. Na de, lopás. Nem álltak meg ennyivel? 71-ben, 5 éven keresztül beszárad a filmipar. Ezt a beszáradást úgy értsétek, hogy konkrétan mindent, amit lehetett, próbáltak harácsolni, lopni. Például a Monkey Goes West hongkongi akciófilmet, ami egy nyugati utazás feldolgozás, a plakáton lecserélték a fő színésznek, aki Sam Wukongot játsza, az arcát egy koreai színészére, illetve újra vették a közeli, szuperközeli felvételeket, hogy ez a koreai színész játsza Wukongot. És ezt kiadták saját filmként. Hova tovább? Megcsinálták azt az animékkel, amiket beengedtek, hogy fogták, átrajzolták a főcímképernyőt koreaira, teljesen az egészet, illetve átszinkronizálták úgy, hogy inkább lokalizált szinkronizálás, tehát ez a... Mintha most, amikor nézzük az animéket, akkor például ez a You Are My PogChamp ilyeneket elsütnének a japánok a feliratban. Tehát körülbelül ilyen jellegű lokalizált szinkront kapnak, és ez a fajta probléma fönnáll abban, hogy nehéz eldönteni, hogy mi az ekkor készült ténylegesen koreai anyag, és mi az, ami már inkább importált, pontosabban lopott dolog. És ez a fajta egyébként hozzáteszem meglehetősen illegális egyébként, mert szerzői jogokat elég erősen sérti, de bevett szokás volt, és ezzel mentették meg gyakorlatilag a saját filmiparukat. Na de, azért a gátlástalan lopásnak azért belül van egy másik példája, és én itt a gyerekkoromnak a kedvencét hoztam, ami a Beol Samchong-sa, vagy magyarul időlovasokként jött be, mivel hogy eredetileg a folytatás filmét akarták a Time Machine 001-et hozni, de gyakorlatilag a csempészet során összekeverték a kazettákat, és gyakorlatilag megkapta a folytatás nevét. Az eredeti cím az egyébként azt jelenti, hogy a három űrmuskétás. Na most a képeken egyszer láthatjuk egyik romulán csatahajót, baloldalt. Ha jól tudom, mert én nem vagyok Star Trek-es, ez a ragadozó madár névre hallgat. Egyfelől középütt egyfelől a Yamato csatahajót lelopták, de összekeverték egy kicsit a 78-as Arkádiával, Harlocknak a csatahajójával. Illetve van benne egy kicsi, a korábban lévő retrósabb science fiction-t adó, ezek a napvitorlások. Megkapott egy napvitorlát is mellé, és mellé megkapta a Santa Maria Columbus hajójának a zászlaját. Illetve azért Leiji-től még nagyon szerettek nyúlni, ugyanis az interior design, vagyis a beltéri dizájnt is tőle vették át úgy, ahogy volt, és a műszerfalakat is.
Vagy azt, hogy éppenséggel egy rendes hajó kormánnyal kell irányítani az egészet. De ez még hagyjám, mert olyanok vannak még például, hogy amikor a földre eljönnek az idegenek, akkor a harmadik típusú találkozások Spielberg filmnek a hajójával teszik. Gyerekeink fölmennek a hajóra, a három főszereplőnk, találnak egy vöröskeresztes ládát, azzal fölélesztik a legénységet, aki egyébként Peach hercegnő koreai ikermása kívánna lenni. Átmegyek spoiler kategóriába, mert ezt a fajta pitang pusztulatot ne nézzétek meg. 79-ben jött ki, akkor készítették el a japánok a Castle of Cagliostrót, Lupin 3-nak az egyik mozifilmét, illetve nálunk jött a Ludas Matyi ekkor. Ehhez képest ez egy cellulóz holokauszt. Felirat nem kell, mert ehhez szinkron van. Ehhez is van szinkron. Jó, igen, hangolávondásos szinkron, de szinkron. Bár ne lenne. Egyébként. De ezen kívül még olyanok vannak benne, hogy például Harlock is megjelenik, az űrvasút is megjelenik, tehát a Galaxy Express is, amin rajta vannak az Atlantiszi lények, meg egy cowboy, a Kaller. Tehát ez egy csodálatos maszlag. Na de, a gátlástalan lopás után azért úgy átmegyünk megint egy kicsit, mert elérkezünk a 80-as évekhez. 81-ben Park Chung-hit ellen eléggé fornak a hangulatok. Kiéleződik megint a társadalmi ellentmondás, visszaájkodás, jönnek a tüntetések, mi egyéb. És hát kivezénik a katonaságot. Ennek sosincs jó vége. Ugyanis a Gwangju ránzadás alatt történik az, hogy összeül a válságtanács, és Park Chung-hi állítólag kijelenti, hogy azt a 30 ezer tüntetőt Gwangju-ba, akire rásütötték, hogy kommunisták, észak-koreai ügynökök, meg az észak-korea rejtett sejtjeinek a támadó alakulata, eléggé össze-vissza beszéltek azzal kapcsolatban, hát azokat mind a 30 ezeret úgy, ahogy volt, sortüzet kellett volna rájuk zúdítani, és egytől egyig kinyírni. Na most ezen a megbeszélésen a központi hírszerzés főnöke így fölállt, kisétált, teljes holtnyugalommal. Eltöltött kint kb. Az szerintem 5-10 percet, lehet elszámolt 100-200-ig, de inkább úgy döntött, hogy megfogja a pisztolyát, csőre tölti, bemegy, és megbeszélés közben lelövi az elnököt. És ezzel ért véget egyébként a negyedik koreai köztársaság, ugyanis hát mikor Kennedy ráerőszakolt, hogy demokratizáljatok már, akkor átírták az alkotmányt, kikiáltották a harmadik helyett már a negyedik köztársaságot, és hát Park Chung-hi halálával elértünk az ötödik koreai köztársasághoz. Gyerekek, koreai történelmet csodálkoztok, hogy egyébként próbálok olvasni? Olyan sok anyag van belőle, hogy ezen elképesztő. De még az hagyján. A trónok harca konzisztensebb. Bár, nem tudom. Abban legalább van egy kicsi fülletség, itt nincsen. De vér az van bőven. Szóval, tovább megyünk akkor a 80-as évekre. Túlzottan sokat nem tettem ki, de itt azt kell tudni, hogy míg az 1970-es években az évi átlagkereset Koreában $300 volt, addig ez 89-re 6000 dollárra ugrik. Ez azt jelenti, hogy a korábbi 6%, közel 6%-os tévé arány megugrik 90%-ra. A korábbi nehézipart áthelyezik arra, hogy hát akkor már nem nehéziparra fogunk foglalkozni, hanem elektronikai eszközöket gyártunk. És hát ez magával hozza azt, hogy áradnak befelé a különféle külföldi tartalmak. Viszont a lázadások, a tüntetések nem állnak le. Chu Doh-hwan veszi át a hatalmat, és ő még rosszabb, mint az elődje. Ő konkrétan abban a 6 évben, amikor elnök volt, átnevelő táborokba záratta az ellenlábasokat, a politikai ellenfeleket, tanárokat,
szocmunkásokat, újságírókat, meg úgy bárkit, akit elfogtak tüntetésen. És ez volt a legjobb dolog, ami történhetett velük. Ugyanis valami elképesztő méretű nemzetközi, internacionális bojkottot kaptak a nyakukba. Közben persze eldöntötték, hogy 88-ban Szőúban lesz olimpia. Na most ilyen körülmények között azért tudjuk, hogy az olimpiákat hogy szokás megrendezni. Bojkott társaságába. Gondoljunk csak 2006-ra, amikor 2006-2007-2008 valahogy így ekkor volt az orosz-grúz háború, akkor is volt egy téli olimpia, azt hiszem akkor volt, és Szocsiba rendezték az oroszoknál, bojkottálták, nagyon sok ország azt mondta, hogy ő nem fog oda elmenni. De ugyanez volt egyébként Kínával is nem olyan régen, amikor Pekingbe rendezték, és Kína próbálta ugye a szebbik arcát mutatni. Na most Korea a 80-as években nem próbálta meg. Egyáltalán. Emellett, ez a kicsit visszatérve az elnökünkre, Chun Doo-hwanra, ő bevezet egy még erősebb gyermekvédelmi törvényt, aminek kapcsán így kerekperec kijelenti, hogy a sci-fi az egy bugyuta hülyeség. Így elkezdi inkább ráhangolni a népet, meg a gyerekeket arra, hogy hát sportani még. Már azokat kezdik el lopni pontosabban. Illetve 88-ban szüli olimpia lesz, tehát akkor mindenképpen valami mozgásra, aktivizmusra kell rámenni. Így 83-ban egyszer az Arm of Gold jelenik meg, illetve a Doggo Tak trilógia indul el. Egy három film részes darab. Mind a kettő egyébként a 60-as években ment Kyōjin no Hoshi baseballos animének a ilyen utángondolt változata. Egyébként meglepően jók. Ja, igen. Van, aki annyira őrült, hogy végignézi ezeket. Az elpusztult agysejtekért nem vállalok felelősséget. Ezen kívül 88-ban már ugye kicsit megkésve jön a Dalyeola Honey, vagy Pussel Honey, ami atlétika, illetve ennek a folytatása, ami ritmikus gimnasztikát mutatott be. Illetve megjelenik Dooley, ő kicsit később lesz fontos, ugyanis ez a kicsi dinoszaurusz, igaz, már a gyerekeket célozza meg elsősorban, de később vívja ki magának a cool státuszt. Ekkor még, 83-ban, amikor megjelenik először egy crossover filmben, majd 87-ben, amikor először kap egy ilyen házi videókazettás kiadást, akkor igazából csak ellentmondásokat és botrányt tudott kiváltani, ugyanis a koreai szülők és nagyszülők leginkább azon voltak fölháborodva, hogy ez a kicsi dinoszaurusz, ez a pöttöm kis zöld vízfejű izé, ez rohadt módon tiszteletlen a felnőttekkel szembe. És hát azért Koreában eléggé fontos ez a fajta dolog. Ezen kívül, hát mit lehet még elmondani a 80-as évekről? Azon kívül, hogy Chun Doo-hwannak több esze volt, mint az elődjének, ugyanis ő még a szöuli olimpia előtt egy évvel lemondott a hatalmáról, ugyanis nagyon félt, hogy ő lesz a következő, aki pisztolycsővégen lesz. És 87-ben megírják az újabb alkotmányt. Megjön a hatodik koreai köztársaság. Több már nem lesz. Hatnál megálltunk. Ugyanis ez a koreai köztársaság már ténylegesen demokratikus, már nem úgy, mint Park Chung-innek az első megválasztása idején, akkor ténylegesen szavazás volt, úgy győzött, hogy nocsak. Viszont átmegyünk a 90-es évekre már. Korea elkezdi megtapasztalni a politikai és a társadalmi szabadságot. Ilyenkor
van az, hogy elkezd virágozni a popkultúra, illetve a popkultúrának az ellen oldala, az ellenpólusa. Megjelenik a K-pop először. Először az H.O.T., illetve a Finkl együttesek, formációk. Illetve 97-98-ban a Tooniverse egy kifejezetten rajzfilmekkel foglalkozó tévécsatorna is elindul. Finoman szóval tényleg árad befele a külföldi tartalom, de ennek van egy árnyoldala is. Az AKOM, amit Nelson Shin alapított, Nelson Shin őt konkrétan nevezhetjük a dél-koreai animációs iparnak úgymond fellendítőjének. Ő volt az eredeti 67-es Hongildong rajzfilmnél, mert ebből egyébként többet is csináltak, és még az űrbe is kivitték, szerencsétlent, talán a második vagy a harmadik felvonással. Tehát amíg Jason Voorheesnak ehhez 10 film kellett, a Rémecskéknek 4, meg Freddynek mondjuk nem kellett, Freddy Krüegernek egyáltalán kijutni az űrbe, de csomó horror szereplő kijutott ki, Hongildongnak elég volt 2. Hongildong az űrben van, 2500, nem tudom, hanyas alszámmal van, alvásszámmal pontosabban. Nelson Shint egyébként még arról lehet még mellette ismerni, hogy ő volt a Fritza Macska című felnőtt, nyugati felnőtt filmnek az egyik animátora, illetve az első Transformers rajzfilmnek, mozifilmnek a rendező producere. Ő eléggé jó kapcsolatot ápolt a Habsburóval, a Marvellel, meg úgy egy rakás másik stúdióval, és így be tudták hozatni a külföldi címeket, illetve mellette a munkát is. Ennek ellenére azért 98-ig kell várni az első felnőtt rajzfilmjükre, már ami tényleg erotikusnak nevezhető, bár azért eléggé feszegeti a határt a jó ízlés és az erotika között, annak a gyengébbik oldalán, illetve 94-95-ben a Blue Seagull megjelenik, ami vegyíti a 2D-t és a 3D-s technológiát, gyakorlatilag inkább így snittenként. Annak a története egyébként az, hogy egy koreai fazon a jakuzával száll szembe, ilyen megtorlós stílusba. Viszont Nelson Shin mit hoz? Mint munka. Azon kívül, hogy azért hozzákapcsolható a fekete gumicipellők magyar fordításban, én meg nem mondom, hogy mi a koreai, tehát ezt kinki nem olvasom, Black Rubber Shoes, az eredet az angol címe, amit egyébként a koreai Simpson családként is szoktak apostrofálni, és a 60-as éveknek nem éppen egy gyönyörű és rózsás elmesélése. Igen, ebben mind koreai munkák vannak. Steven Spielberg, Pöttöm kalandok, tehát a Looney Tunes-nak a gyerekváltozatát is nagyrészt koreaiak készítették, vagy éppen a Disney-féle kacsameséket, az eredetit, a Marvelnek a 90-es években indult Prókember sorozatát, a Robot Zsarúnak is volt rajzfilm változata, azt is ők készítették, ők rajzolták, illetve a PBS amerikai-kanadai tévécsatornán fut az Arthur, szintén az ő munkájuk, de a Dragon Ballban is benne voltak, a Digimonban, gyakorlatilag a Varázslatos Álmokként, ez volt a magyar fordítása, ne engem kövezzetek meg ezzel, Sailor Moon-nal, illetve Pokémonban is benne voltak, meg a 88-as Én pici pónimért is ők feleltek. És ez csak a Jéghegy csúcsa. Ugyanis a bevételek az animációs iparban a 98%-át ez a fajta kiszervezés, outsourcing, vagy másfajta keresztségben OEM, Original Equipment Manufacturing, az, ami hozza igazán a pénzt. A belső piacon az a 2% az, ami visszatermeli úgymond a profitot. Már amennyibe beszélhetünk ennyi esetben profitról. De ezen kívül még dolgoznak a Hanna-Barbera címeknek a kiszínezésén, illetve
rengeteg más apróságban részt vesznek. És persze, mivel hogy rohadt kevés pénzt hoz vissza, nincs befektető. Ugyanis a kiszervezésből származó bevételek ugyan még 2000-ben 167 millió dollárt érnek, 2004-re a Flash békeporaira. A Flash megjelenésével ugyanis rengetegen elkezdtek saját munkákat készíteni, ilyen volt például a Mashimaro, vagy a Pukka, amit ott is lehet látni. Az, nagy, az például nagyot szól, de az másik mellette lévő Oszim című animációs film is nagyot megy Koreába, de nem tervel elég bevételt. Ettől függetlenül megpróbálkoznak vele pénzt hozni, és kitalálják a megoldást. Koprodukció. Vállalja más stúdió is a pénzügyi költséget, pénzügyi fedezetet. És így érkezünk el ahhoz, hogy például Észak és Dél-Korea közös koprodukciós filmet gyárt 2005-ben Empress Chung címmen. Illetve kifejlődnek a maszkotok, és itt jön vissza Dooley igazából. De nem csak ez. És nem csak az Empress Chung az, amiben az észak-koreaiak dolgoznak, de például a 2003-ban debütáló Pororo Pingvin is észak-koreaiak készítik el a dél-koreaiak számára. A Pororo lesz az, aki egyébként egy akkora franchise-t és merchandisingot hoz, hogy berúgja az első koreai hullámot. Viszont rájönnek a koreaiak, hogy gyerekfilmeket kell csinálni. Abból van pénz. Csak éppenséggel, mivel gyerekeknek készülnek, nincs márkahűség. Nincs kitartás. És 2013-ban Park Chung-in lányát megválasztják elnöknek, Park Kyun-hyet. Ő 2013-ban kitalálja a koreai hullám megnevezést, és már a 2.0-val fogja indítani az egészet. És ebben a koreai hullámban, kulturális hullámban kitalálja, hogy menjünk nemzetközire. Így lesz például a Winter Sonata a koreai drámából egyszer anime, illetve berobban 2016-ban a Psy-a Gangnam Style-al, illetve az amerikai chartokon a Wonder Girls a Nobody számával kirívó helyezést ér el, a videójátékokban a PUBG, illetve a Lineage, a Mu Online, meg a Blade and Soul, ezek nagyot mennek. Illetve azért még nem menjünk el vétlenül a legutóbbi Oscar-díjas filmről, a Parasite mellett sem, ami egyébként nagyon jó, vagy éppenséggel a Squid Game sorozatnál. Ezek mind-mind koreai hullámban, a harmadik hullámban indultak, és jelen pillanatban a negyediknek a lecsengését éljük. És végezetül már csak inkább egy ilyen gyors ajánló mindenkinek. A Yang Eung álma két évados, középkoros koreai történelemmel foglalkozó főzős shoujo egyszer, a Padak, ami egy eléggé komor, egzisztenciális mű, arról, hogy végül is az élni akarásról, ugyanis gyakorlatilag gondoljátok el a Nemo nyomában azzal, hogy drágalátos főszereplőnk egy halat felszolgáló étteremnek az akváriumában találja magát. Na igen, a társait a saját szeme láttára szolgálják fel, tehát egy ilyen nem egy kedves gyerekmeséről van szó. Vagy a King of Pigs, ami megint csak egy ilyen nagyobb, komolyabb dolgot pedzeget. Vagy finoman szólva és röviden Bageljocsa, ami egyfelől egy identitás kérdést vett fel, egy mi kell a nőnek, összekeverve koreai pszichotrillerrel és krimivel, tudom ajánlani, illetve hát a Solo Levelinget azt szerintem nem kell senkinek se bemutatni, gyakorlatilag a webtoonok kapcsán. Igen, tudom, idő van, és ez az utolsó diám. Szóval, abból is hamarosan anime, de még tudnám ajánlani nektek nyugodt lelki szívvel, akár a Soul Station-t, ha valaki zombis horrorra vágyik. Vagy a Leafy Henning to the Wild-ot, illetve a UB5-tél Foxot, és a Red Shoe and the Seven Dwarfs-ot. Így lezárásként finito, cápa uszony, illetve hát koreaiul én ki nem mondom,
Épp elég volt azt az egy démont vízzel zavarni oda.